Ugye ez most már az ötödik alkalom, amikor önök ilyen a gyűjtési akcióba kezdtek. Én nem is emlékszem, hogy volt-e valaha ennyi doboz. Nem. Évről évre nő a dobozok száma. Örömteli, hogy az idei évben ismét több van, mint az megelőző években, úgyhogy ennyi doboz még nem volt. Ez a 447 doboz, ez a legmagasabb szám az elmúlt 5 évben. De én büszke vagyok a kollégáimra, és örülök annak, hogy évről évre nő a dobozok száma. Azt hogyan képzeljük el, hogy ezek a dobozok hogyan kerülnek ide? Ők elmennek vásárolni, szereznek cipődoboz, becsomagolják, kitalálják, hogy mit vegyenek, vagy hogyan megy ez? Körülbelül így, igen. Ugye a kollégáink között most már ismert ez a cipős doboz akció, és talán azért is évről évre egyre több a dobozok száma, mert egyre több kolléga érzi úgy, hogy önzetlen segítségnyújtásba szívesen venne részt, belülről jön a késztetés, és szívesen örömmel nyújtják át ezeket az ajándékokat, és talán azok a visszacsatolások, amelyet kaptunk az előző években fotók formájában, köszönőlevél formájában, minden egyes szervezet, akár kistérség, akár gyermekjóléti szolgálat átküldte nekünk mondjuk egy-egy fotóval azt prezentálva, hogy hogy örültek a gyerekek. Tehát amikor tényleg célba ért ez az ajándék, és amikor tényleg kicsúsosodott ez az akció, amiről szól, hogy annak a gyermeknek, akinek készült ez az ajándék, vagy aki kapja ezt az ajándékot, annak az örömteli csillogását lehessen látni a szemekbe. És ugye ezáltal a kollégák körében évről évre többen érzik, úgy, hogy ők is szeretnének ehhez csatlakozni, és szívesen vásárolnak, tehát elmennek, vásárolnak különböző ajándéktárgyakat. Eldöntik azt, hogy milyen korosztály az, amelyik ő hozzájuk közel áll, vagy éppen a férfiak, vagy a hölgyek körében itt a munkatársaink közül, ki az, aki úgy érzi, hogy ő egy 3-6 évesnek, vagy inkább 7-8, vagy 10 évesnek, vagy kamasz gyermeknek tudna jobban összeállítani egy csomagot, és így ő a saját ízlése szerint úgymond, aminek talán a saját gyereke is örülne, összeállít egy cipős dobozni ajándékot, becsomagolja ilyen szépre, látszik, hogy csomagoló papírokkal van bekötve és masnikkal, vagy éppen szalagokkal átkötött ajándékcsomagokról beszélünk, amelyek tényleg ajándékformában jelennek meg, és szereznek örömöt, és utána úgy kerülnek hozzánk, hogy az egyes szervezeti egységektől, tehát 22 szervezeti egységről beszélünk itt, és 10 járáshivatalból a megye minden pontjáról szinte összegyűjtés kerül a mi kormányhivatali autóinkkal ezek a cipős dobozok. Itt egyben megjelenítésre kerülnek, hisz így egyben azért látszik a önzetlen szerepvállalás, felelősségvállalás, társadalmi felelősségvállalás a kormányhivatalnak, és innen aztán 15-én a holnapi nappal mi annak a szervezetnek, most jelen esetben a két szervezetnek el fogjuk jutatni és átadjuk a cipős doboz ajándékokat. Egyébként valóban nagyon igényesek, tehát le a kalappal. Azért mondjuk már el, hogy ki kaphat ilyet, kinek van esélye egyáltalán, hogy ebből kapjon valamit. Arra kell gondolnunk elsősorban, és én amikor az egész indult, és a kabinetvezetőm javaslatára kezdődött meg egy cipős doboz akciónk, hisz több helyen és több esetben részt veszünk különböző akár jótékonysági főzésen, mint kormányhivatal, akár egyéb süteményvásárokon, vagy bármilyen más esetben jótékonykodunk. Ő azt mondta, hogy vagy véradásban jeleskednek a kollégák, hogy egy cipős doboz akció is kerüljön megszervezésre, akkor én annak örültem, de akkor el is döntöttem, hogy csak azért, mert veszprémi székhelyen dolgozik a veszprémi kormányhivatal, és a megyeszékhelyen látjuk el mi a feladataink, az nem azt jelenti, hogy csak Veszprémre fókuszálva kell minden esetben a cipős dobozoknak valahol célba érnie. Így a megye, és azért is, mert 10 járáshivatalban dolgoznak kollégáink, tehát a mi kollégáink is a megye különböző pontjain élnek és végzik a tevékenységüket, így azt gondoltuk, hogy évről évre mindig a megye valamelyik részére, a megye valamelyik kistérségébe, a megye valamelyik járásának gyermekjóléti szolgálatához, kistérségéhez, többszörű kistérségi társulásához, Veszprém megyei gyermekvédelmi központhoz, vagy most éppen a Szent Ágota alapítványhoz juttatjuk el a dobozokat. Úgyhogy mindenkinek van lehetősége, mondhatom azt itt a megyében, aki aktívan tevékenykedik abban a körben, ahol mondjuk családi körbenből kiszakított gyermekek nevelőszülőknél, vagy lakásotthonokban élő gyermeknél, vagy egy gyermekvédelmi központ, vagy egy kistérség, vagy egy családsegítő központ kezelésében, vagy rálátásában nagycsaládosokhoz jutatunk el csomagokat. Tehát gyakorlatilag bárkinek nyílik lehetőség, és bízom benne, hogy a megye minden pontjára sikerül eljutnunk. Azt gondolom, hogy kimondott a jó érzés lehet az, hogy kapnak most karácsonykor 300 csomagot, amit aztán persze gondolom nem kis dolog eljuttatni a gyerekekhez. Ez majd hogy fog történni? Így van, hát nem állt tőlünk távol ez a dolog, hiszen minden évben szervezünk gyűjtéseket. Ha mi az intézményben nem is, akkor vannak olyan civil szervezetek a városban, akik minden évben gyűjtenek, és általunk próbálják eljuttatni. Tőlünk kérdezik meg, kik azok a családok, akik a leginkább rászorulnak erre az adományra. Igazából
látókörünkben vannak azok a családok, akik nehéz helyzetbe élnek. Ebből adódóan tudjuk azt is, hogy mekkora gyerekek vannak, tudjuk őket értesíteni, összeírjuk, hogy nagyjából hány család van, és akkor még ünnep előtt összehívjuk őket, és átadjuk az adományokat. Tehát tulajdonképpen így zajlik nálunk. Én azt hallottam egyébként, hogy ezekben a dobozokban vadonatúj termékek vannak. Azért belenéznek, hogy mondjuk egy 10 éves kislány mégis mit kap? Hát a karácsonyi időszak, én azt gondolom, hogy egy családsegítés gyermekjelenléti központ és szolgálat életében mindig nagyon telített időszak, rengeteg ilyenkor a felajánlás és az adakozó kedv is igencsak szép számmal megjelenik az emberek körében. Nagyon örülünk ennek, viszont mindig egy nagyon stresszes időszak a kollégák számára, bele szoktunk azért nézni, megmondom őszintén, hogy tényleg őszinte örömmel fogadhassa az a gyermek, és ne érje csalatkozás, esetleg azért, mert nem az életkorának megfelelő ajándékjáték van benne, egy picit bele szoktunk kukkantani, hogy mégis mi az, ami benne van. Aztán teszek még hozzá valamit. Hát azt most nem fogunk tenni, de megmondom őszintén, tehát ezzel az adakozással is most egy olyan helyről kapjuk, ahol új dolgok vannak benne, de kapunk a lakosság számáról felajánlott cipős dobozokat, ezeket is mindig átnézzük, hogy valóban örömet okozhassunk annak a gyermeknek, aki ezt kapja. Ugye önök most közel 300 doboz ajándékot érnek majd haza, ha nem is szó szerint most viszik magukkal. De én azt gondolom, hogy azért a térségben bizonyára sokkal több gyerek van. Hogyan lehet ezt úgymond igazságosan megoldani? Hát igazából megpróbáljuk, igen, föltérképezni azt, hogy kik azok, akik a legjobban rászorulnak. És a családsegítő szolgálatok a többi településen, ahol működnek, tudják, hogy nekik igazából hányra lenne szükségük. Vesszük a város létszámát, az arányokat, és akkor megpróbáljuk igazságosan elosztani. A Család és Gyermekjelenléti Központ, illetve szolgálat minden esetben a jelzőrendszert működtet, és ez a jelzőrendszer az, ami számunkra a hátrányos helyzetű gyerekekről, illetve családokról is küld jelzéseket, úgyhogy amit az intézményvezetőm is mondott, minden esetben igyekszünk a legszélesebb körű ismeretekkel rendelkezni azokról a rászoruló családokról, akik ebben az időszakban adakozhatnak nekik, vagy akik számára az adományok jól jönnének. Igyekszünk arra is figyelmet fordítani, hogy nyilván rengeteg a felajánlás, hogy mindenki azért részesüljön belőle, és ne csak bizonyos családok vagy előtérben lévő családok kapják ezt meg, tehát hogy valóban mindenkinek örömet tudjunk szerezni. Hát ha nem is igazából, de képletesen most eltetszik vinni kb. 120 csomagot, ez gondolom nagy boldogság a gyerekek számára. Kik kapják ezeket? Ezeket a csomagokat a munkatársaimmal egyeztetve olyan gyerekek fogják megkapni, akik jelenleg nevelőszülői családban élnek. Családjukból kiemelt gyerekekről van szó, és hát nekik gondoljuk majd, illetve nekik fogjuk ezeket a csomagokat kiosztani. Én azt hallottam, hogy meglepetés volt az önök számára, hogy ezt önök kapják, akkor talán még terv nincsen arra, hogy ezt majd hogyan viszik el, de most képzelhetjük úgy, hogy kimennek egy nevelőszülőhöz, és kiviszik, vagy összehozzák őket egy ünnepségre, és ott mindenki megkapja? Ez is elképzelhető, az is elképzelhető. Igen, nagyon gyorsan ért bennünket ez a jó hír, hogy ennyi csomagot oszthatunk szét. De az nem kis munka kivinni 120 csomagot? Nem kis munka, így van, nem kis munka kiosztani. Egy nevelőszülői csoport, nagyobb csoport Sümeg környékénél, ott van is egy irodánk, tehát oda tudjuk hívni, és egy kis ünnepség keretében át tudjuk adni a csomagokat, illetve hát itt Veszprémbe is lehetőséget keresünk arra, hogy hogyan tudjuk a nevelőszülőket összehívni, és akkor ott esetleg kiosztani. Ahogyha pedig ez is, tehát hogy még ezen felül is maradt csomag, akkor azt pedig eljuttatjuk a családokhoz személyesen. Ugye nagyon szépen megcsinálták, és praktikusan rá van írva, hogy mondjuk egy 7 éves kislánynak való. Önöknél, ha nézzük a gyerekeket, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egészen kicsi gyerektől a 18 éves fiatal férfiig, leányig bárki kaphat? Így van. Itt a nevelőszülői hálózatban 0-tól 18 éves korig élnek fiatalok, sőt 18 év fölött is, hiszen aki tanul, annak a nagykorúságában nem kell elhagyni a nevelőszülői családot, hanem maradhat bent, amíg a tanulmányait be nem fejezi.
Önök belenéznek majd, hogy mi van benne? Mindenképpen, igen, meg fogjuk nézni. Aha, igen. Mert ezt mégis koordinálni kell azért? Mindenképpen koordinálni kell, igen. Tehát, de azt hallottam, az információm, ilyen kevés információból, hogy új dolgok vannak a csomagokban, de azért megnézzük, mert mi is kíváncsiak vagyunk, igen. Meg hát ugye a tanácsadók, a nevelőszülői tanácsadók, akik közvetlen kapcsolatban vannak a nevelőszülői családokkal, ők tudják azt, hogy ott a gyerekek milyen érdeklődésűek, milyen beállítódásúak, minek örülnének jobban. Úgyhogy ilyen szempontból is praktikus megnézni ezeket a csomagokat.